Tokióban jelentkezünk személyesen. Hosszú és... volt az éjszakája, maradjunk be, jó? Beszéljünk. Megbeszéltük. Na hát, aki követi ezt a sorozatunkat, az láthatta, hogy egyre jobban megyünk fel a limitáltabb és jobb cipők iránt. Már akinek jó, most épp Tokióból forgatunk ugyanazon a háttérrel. 4 óra volt berendezni ugyanazt a díszletet. Ez tök minden, ne, ez senki nem, nem érdekel. De ne. Akkor kezdjük is el a következő cipőcsekkünket. Gyuláról volt. Nem áll, nem mondd bele. Jó van ez így, Tokióban vagyunk, meg. Díszlettel egyét. Utána mögérte 20 órát repülni. Ez még limitáltabb, még királyabb, és még ezután jön a java. Na nézzük! 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 Igen. Ő lesz az első, én azt mondom. Melyik? Ő. Melyik? Leveszem én, jó? Jó, oké. Mert ő piros. És miért piros? Mert nem kék. Na, akkor nézhetjük is. Leopárd. Leopárd, nem? Leopárd. Nézd meg. Az csak egy kis tehén szar, mert akkor is le. Nem, nem, ez nem az a nagyon limitált, de ennek szép múltja van, ezzel meg lehetett járni a szalagavatót, meg a barátnő szalagavatóját, és hatalmas nagy respekt érte. Ez egy igen leopárd mintás, azt ír is rajta, azért puskáztam egyet, nem, ez leopárd. Akkor leopárd. Ez egy tigris! Ez egy Panzerkraftwagen! Leopárd! Azt vágod azt, amit mond. Neked semmi nem jó! Egy igazi tigrist akartam! Meg tigrist ne állsz ajándékba? De én egy igazi tigrist akartam! Akkor ez szerinted mi a f***? Hát nem tigris! Ez egy eredeti 1942-es Panzerkraftwagen fír! Tigris! Hogy van meg! Leopárd! Leopárd! Full velour! Te pontozod már, meg, meg nagyon jó. Te pontozod. Most megint... Ja, most tényleg, most megint én pontozok. Rád! Rád! De ki fut? Senki nem fut. Rád! De. Rád! Azt jelenti. Why are you running? Azért voltam! Why are you running? Na jó, akkor én pontozok. Why are you running? Why are you running? Ez megkapja a 9 pontot, ez egy Vance Pro, egy old school pro, igazából nagyon különösebbet nem lehet róla mondani. Színes szállításban azért ritkább darabnak számít szerintem. Következő cipő. Megmocskásodott ő is. Nem más lesz, mint a spongya helyett az oktagon. Öktagon. Na, amit én tudok erről a cipőről, mert felvilágosítottak, Octogonon ez egy éve. Híres deszkás márkával egy kollaborációja a Vance-nek, és akkor meg is nézzük. Jól mondtam? Jól mondtam. Tornazsák. Isten király vagyok. Tornazsák. Egy tornazsákot adnak hozzá, ha véletlenül olyan birka vagy, hogy ebben mész el tornázni. Na, nézd meg ezt, vizsgáld meg. Nagyon jó cipő. Komolyan ennyi? Nem, nem. Jó cipő, igen. Már ez egy jó. Why are you running? Bele van írva, hogy rán. A Hiltem ilyen színes szállításban nagyon szép, higgyétek el, főleg érőben, főleg napszempán keresztül. A talpán természetesen ennek is van egy minta. Hát én ezt, várjál, kitalálom, megpróbálom kitalálni. Júj, ezt ez tudom, milyen ezt tudom. Víztükröződése lenne? Lényeg szép a szállítás, bőr. Nincs bele írva, running, jól láttad. Vaj, vagy running. Vagy, hogy rán. Oké, ezt is pontozom. Nincs benne fűző. Nekem nem tetszik, hogy nincs benne fűző, annyira. Én 8-at adok rá. Berlinből érkezett Írországba ez a cipő, kint volt akkor Írországba, és jelzett neki e-mailbe jött az értesítés, hogy kiszállították a csomagot 30 kilométerrel arrébb, ahol ő van, úgyhogy nem tudott mit kezdeni vele. Aztán 2 nap múlva megtalálta a lépcsőjén ezt a csomagot, eléggé megvisel dobozba, de akkor per pillanat szerintem csak örültek, hogy megkap. Igen, és amikor, hogy és amikor ezt olyan megtudta, szerintetek mit mondott? Egy perc gondolkodási idő. Én már tudom. És Patrick, mondd ki, why are you running? Ezt mondtam. Why are you running? Why are you running? És ha már Tokióban vagyunk, ez egy itteni tradíciós cipő, ez japó cipő, igen, japán, és itteni. Ez is szintén tornazsákban van. Tadadadán! Ember! Ezt nem láttam még. Ez nagyon nem. Ez még soha. Nagyon új. Ez igen? Ez mennyire új?
Ez annyira új, hogy ez 3 vagy 4 hónapja jelent meg. Hát akkor elég kivételesek vagytok, hogy láthatjátok, mert én is, hogy én még foghatom is a kezembe. Ezt jól voltunk, nem jelentem menni. Rán. 3-4 hónapos megjelenésű cipőt fogok a kezembe, ami azért elég jó szerint. Ennek a talpa is sötétkék, nem fekete, bármennyire is úgy tűnik. Ez az anyagösszeállítás, ez nagyon durva. Ez hihetetlen jó. Ez a Fundamental Denimnek a kollabja. Csak Japánban, tehát csak az ázsiai marketre szoktak megjelenni a kollabjai, ez az első European release, tehát ez soha nem volt még úgy, hogy Európában megjelent. Ők egy farmer gyártó cég, és ez egy különféle farmer anyagok összerakva a cipőt. Hallották meg? Mondjam el újra! Nem! Hallottátok Dávidot? Há? Há? De ez megkapja a 10/10-et, ez nagyon durván király cipő. Ismét egy szkét. Háj! Jaj, de nagyon szép, tessék. Mutatom a Fannyét is. Hát ez olyan pici, hogy nem látjátok, úgyhogy ne haragudjatok most ezért, ez nem oldható meg. Amúgy mellesleg már itt is van, és itt is van a Fannyé. Ugye milyen pici, nem is látjátok, mintha semmit nem fognék a kezembe. Most nem tudod, melyik kezembe van. Ugye? Ebből a modellből a legkisebb rendelhető méret az ez volt. És pont jó rá. Milyen szerencse. Szóval, aki már Angliába járt, vagy épp Angliából néz minket, azt amúgy köszi, hogy Angliából nézel minket, ott ismerős az, hogy feliratozva vannak az aszfaltok, hogy nézzél balra, nézzél jobbra. Ez annak az imitációja. Ennek a csomagnak, ami kijött, ennek az a neve, hogy London. Tehát így. Akkor gondolom összerakjátok a képet nagyjából, hogy miért kapta ezt a nagyon király mintát, ami rohadt jól néz ki. Szénné szagoltad? Már füstöl, már kiment belőle az új szag, annyit szagolta. Amúgy én is imádom, nagyon jó. Hát ennek megvan a varázsa, legalábbis aki ilyen cipőbúzi. Ne simogassál már, te meg nem cipőbúzi vagy, hanem csak szimplán búzi. 3 fűzőt kapsz hozzá, alaphangon szerintem. Ja. És kapsz olyan fűzőt hozzá, amilyen az anyag minta. Tehát nagyon király. Egyedi. Tényleg jó. Jól néz ki. Ettől függetlenül lesz meg, volt is jobb, megkapja a 9 pontot. Nekem azért nagyon tetszik, de van nála sokkal finomabb is mára. Egyébként Angliából kiindulva, ez gyárilag vízhatlan. Igen? Hát tehát ez gyárilag le van vízhatlanítva. Az nagyon ritka. Benne van a címke. Ja, az volt a Scotch Garden. Mi volt az? Igen. De durva, na az ritka, ilyen cipőt vegyetek, ha tudtok, de nem tudtok, akkor nem vegyetek. Na a következő cipőnk egy Vans X Elix, vagy hogy ejtik? Alyx kollaborációs cipő, erről a márkáról, de annyit lehet tudni, hogy elmegy tőle a nyelvtudásod. Erről a márkáról annyit lehet tudni, hogy nagyon drága cuccokat gyárt, meg viszonylag jókat is, de egy kabát körülbelül 1000 euróba kerül, szóval téli játszós kabátnak ne olyat vegyetek, és akkor nézzük is meg, hogy mi van benne. Húha! Wow! És mindenki azt fogja mondani, én is ezt akartam mondani, ahogy Özsenke gondolta. Özsen jól gondolja. Fú, srácok, ez jó. Apukám sokkal hangosabban tudja mondani. Hasonlót már néztünk, nem ugyaniet, aminek itt fel van húzva ez a half moon-ja. Half moon? Felholdacska, előre. Ez általában a japánoknál terjedt el. Ez annyiból nagyon célszerű, hogy a gani az nem megy oda fel a tetejére. Tehát csak a fele ganésodik velünk. Gani. A másik fele nem lesz ganés. Gani. Viszont ez a fehér vászon része így is úgy is ganés lenne, tehát tök mindegy. Ha ilyet szeretnél, akkor számolj vele, hogy így is úgy is ganés lesz, teljesen mindegy. Nem vagyok, hogy gané. Hát egy ganés lesz. Nos, srácok, körülbelül az értéke most, hát elég sok, de amennyire kapható volt, az nagyjából 200 euró, és elég illimitált, mert már rohadtul nem kaphatsz ilyet, még akkor se, ha nem zavarnak, hogy koszos lesz. Szóval nézzétek meg, én örülök neki, hogy meg is fogdoshattam, de így körülbelül ennyi. Hát, és... Na, fogdos meg akkor egy nagyon picit. Na, ne, szétfogdosod teljesen. Senkinek nem hiányzik. Na, szagellenőrzés. Tartósított hegyi levegő. Na, tényleg azt elfelejtettem mondani, csak belegyömöszöltem. Ahogy kiszedtem, azt láttam először. Tehát nem ilyenbe szokták adni a cipőfűzőket. Ez kimondottan kis megvart kis vászon anyagból. Jól néz ki. Adjál benne illatot. Jó, oké.
nem volt szép. Na jó, ne, jó, oké, hagyjad ott, jól van. Nem a szívem csücske, 9 pont. Na, jó! Ez 9 pont. Jól néz ki, de például az a japó, vagy a csuktár. Ez a japó, ez sokkal királyabb volt. Én szerintem legalábbis. Volt az előző videóban, aki látta, ez a cipő. Aki nem látta, akkor az majd nézze meg, a videó alatt lesz link róla. És nagyjából tudjátok, hogy ezzel mi van. Aki nem, az meg majd nézze meg azt a videót is, tudni fogja. Ez három cégnek a kollaborációs cipője, és kérlek szépen van a MK2 belőle. Anyádi, mennyire Volkswagen-esek. Van a második... Megjelenése. Köszönöm. A második megjelenése ismét a lehető legkisebb méretben rendelhető. De nagyon aranyos. Ja. Ő el is mondta a véleményét róla. Meg van gyűrűdve. Meg van gyűrűdve. Most csak nekem tűnt fel legelőször az egyik, mint a rajta. Melyik? Az a fenék, amiben benne van egy orr. Jó, az fenék? Uh-huh. A fenéket beszélünk itt most, azt, amit eddig, na gyorsan csomagoljuk is el. Leszedik itt a kontentet, mert plusz 18-as kapunk rá. Na, köszönöm szépen. Ez egyedi, de ez az anyag, ez nem a legjobb. Mindegy, megkapja a 8-as szerintem, mert azért nagyon jól néz ki meg egyedi. És köszönjük szépen erről a családról ennyi. Orban fenék. A fenéket mutogatunk itt, hát... Excuse me, what the fuck? Jó, hát a következő, kérlek szépen, vegyük inkább mind a kettőt egyszerre. Csak hogy miért. Ezt valahogy úgy képzeljétek el, mint a Vans Syndicate-et, azt már bemutattuk az előző videóban. Ha azt megint nem láttad, akkor nézd meg nagyon gyorsan. Amit ezekről tudni lehet, a világon per modell 600 darab jelenik meg, és itt van belőle egy-egy darab. Úgyhogy most bontsuk és nézzük meg. Ez a kollaborációs cucc, ez akkor szokott létrejönni, ha valaki például gördeszkázásban vagy cégben nagyon-nagyon kimagasló, kiemelkedő. És szerintem ezzel nagyjából el is mondtam mindent, ami úgy titeket érdekelhet. Itt van benne egy számla. Jó, ez itt még nem kapnátok szívinfarktust, ez még nem vészes. Nézzük meg ezt először. Húha, ez nagyon jól néz ki, Özsenke. Drága Szent József, ez nagyon jól néz ki. Jaj, de ezt szerintem már láttam is, de én nem tudtam, hogy ez ilyen jól néz ki. Ez mind a kettő durva. Nekem ez nagyon tetszik. Igen, persze, rózsaszín kislányos kislány, vagy azért tetszik? Igen, azért tetszik. Igen, kislány vagyok, nagyon tetszik. Nagyon jól néz ki, fekete talppal, hirtelen gyönyörű, szép, és bele van írva, hogy ez hanyadik? Nem. De... Why are you crying? Ebből a világon 600 darab készült, és ez az 54. pár, amit itt a, vagy a párnak a fele. Nem a pár fogom a kezembe, hanem most a párt. Aha. Ezt tudom melyik. Abból is 600 készült. 600 készült, 396, 396. Jön egy matek óra videó is majd. Tehát full bőr, elő pedig velúr, és velúr is bőr, igen, mielőtt írná valaki. Hát ez nagyon jó bőr. Nagyon jó bőr. De elfogtál. És ennek a talbetéte is bőr, ami nagyon-nagyon ritka és nagyon-nagyon jó. A Vesznek ez a legkönnyebb cipője, ami létezik a piacon, és tehát ez nyomtatóval készült. Ez 3D talbetét. Hol van itt a 3D? Hol van itt a nyomtató? Ez mind a kettő megkapja a 10-et, mert ezek hihetetlen durvák. Na, kelj már fel! Zsocsigan! Segít! Birra! Oké, akkor az utolsó 3 jön! Leplesz! Várjatok, kinevetjük magunkat! Why are you crying? És leleplezzük akkor végre a spongyabobot! Spongyabob! Na, valahogy így! Wow, az a minden is egy spongyabobot cipő! Wow! Megint jött a suliból és részeg. Nem, mit mondtál? Akkor, work in progress, rajta vagyunk, hogy nekem is beszerezzünk egy spongyabóst, ez tényleg kell. Ez még mindig az a cipa, ami lázba hoz, és szeretnék egyet.
De nincs fűzője. Nincs, de ennek nincs fűzője. De ez is király. Ez még az a határeset, aminek nincs fűzője, de nagyon jó, mert legalább látszik jól a vinta rajta, meg minden. A talpán mindegyiknek rajta van plankton, ahogy szétnyomtad. Nagyon jól néz ki, találom. Wow, de jó! Meg én is rajta vagyok amúgy Csillag Patrik formájában, csak ott rózsaszínes voltam, meg talán egy nagyon picit tagadtam. Ez meg megkapja a 10-et, úgyhogy mehetünk is tovább. Ők belőle 200-at gyártottak a világon. Old school jelenlétét láthatjuk most pár pillanat, itt egy számla róla. Ez körülbelül mire ideért Dávidnak, az 300 dollárjába került, ami sok pénz. Már Las Vegasból hozzá, ide, Tokióba. Vagy hát még akkor nem Tokióba volt, de ide kellett rendeljük. Hú, ennek nagyon durván egyedi a tornazsákja, és ez plüss tornazsák, ugye? Kollaborációs cipő ismét egy bolttal, aminek a neve a Feature, és itt van a cipő, meg lehet nekik venni. Ez szép cipő! Ez nagyon durva, ezt még nem láttam. Ja. Ezt élőben még nem láttam, ez csak képen. Ez plüss tornazsát. Igen, ez plüss tornazsát. És az van rá, hogy a triciklub. Inkább bársony. Sinners Club van ráírva. Jó, és itt egy nő, ez ahogy... Ez az a klub, igen, tehát ez olyan klub, ami... Ahol a kamionosok járnak. Ez olyan klub, ahol a kamionosok megfordulhatnak, nénik leveszik pénzére a ruhájukat. Én nem szoktam ilyen helyeket. Hát mert te még kis kamionos vagy. Mert a nagy kamionos... Dollár, pénz, millió, csillió, billió, milliárd, millió, milliárd van benne. Nagyon találom, nagyon durván megvan tervezve ez a cipő. És az alján is, az alján is. A cipőre, ha ránézel, akkor leír róla, hogy mit is akar ábrázolni ez a kollaborációs cipő. Nagyon-nagyon nem tudsz másra gondolni ebből a cipőből, főleg, hogy a sarkánál itt kívülről egy... hát, sok mindent lehet belőle képzelni, de ez egy néni, ahogy fekszik. Eléggé durva nightclub cipő ez, kérlek szépen. Úristen, hogy még a nyelve belülről is ilyen... Nagyon fluffy, ja, ez nagyon-nagyon. Ez meg tényleg Las Vegasból jött. És ez tényleg lesz, ez nagyon Las Vegas volt. De Las Vegas volt, már értem, jó, oké. A talbetéte pedig tele dolláros, mindenhol dollár van rajta. És a talpa is. Várjátok, 200 darab volt a világon belőle, és én tudom, látom a talpát. Hát 10-ig mondtam, hogy pontozunk, úgyhogy ez 10-ig pontozunk, ez természetesen megkapja a 10-est, ez nagyon-nagyon durva. Tudod, milyen illata van? Nem tudom. Igen, vagy mint régen az autókártyák voltak a pakliba. Igen. Mondom, egy per egy, mert én gyűjtöttem azokat, abban nagyon sok volt. Tényleg olyan illata van. Tehát ez nem az a kimondottan. Valószínűleg az anyaga miatt, nem? Vagy valami olyan ragasztás használtak a bársonynál. Ja, az lehet még. Jöhet az utolsó, amit szerintem ezek közül a legritkább. Joy! Ez a Club 75-val egy kollaborációs cipő. Ebből a világon 160 készült. El tudjátok képzelni? Nem, én sem. A büfögését. Egészségedre, semmi gond. Elnézést a büfögését. Szóval nagyon-nagyon egyedi ez, és hát majdnem ugyanaz, mint a másik, az előző. Csak annyi, hogy még 40 párral kevesebb van belőle a világon. És ezt már láttam. Ezt már láttam bizony. És ez nagyon szép kupa van benne. Ezt most eldobom. Ennek az illata, hallod? Hal. Hát ez ilyen halas. Ja, ebben pecáztak szerintem. Mikor készítették, vagy ott halak mellett varták össze. Na, gyorsan pár szóba foglalk össze, hogy ez a Club 75, ez micsoda. Ez Párizsban egy bolt, ami nagyon sok tevékenységben benne van, tehát például tánciskolájuk van, stb. Tehát nagyon meg... Nem. Olyanok vannak benne, akiknek például tánciskolájuk hát, van, vagy nem. Olyan, mind a kettő. A lényeg, hogy akik ezt a boltot üzemeltetik, azok nagyon sok tevékenységet csinálnak, ami példamutató. Ettől függetlenül a termékeik nagyon-nagyon drágák, de nagyon sok hasznos dologra megy. Tehát mint segítenek a hanítan gyerekeknek, meg etetik őket, meg mit tudom, hogy nagyon sok mindent csinálnak. Lényeg, nézzetek utána nyugodtan, ha ez érdekel titeket, de ez a cipő, ez gyönyörű. Ezt nagyon szépen eltalálták. Igen, persze a rózsaszín kislányos, lehet azt nyugodtan mondani, de gyönyörű szép ez a rózsaszín fehér kolla. Előző videóban is elmondtad, és nekem meg nem jutott eszembe, de hát... Hát de arra gondolom, arra feltételez az ember. Ennek szép a talpa! Nekem milyen az a szín szép? Az türkiszkék és rózsaszín, és mindenki mondja, hogy hát de ez lányos cipő. Én meg itt csak rálegyintek, hogy jó, fogalmat nincs akkor az egészről. Megkapja ez is a 10 pontot, és akkor top listázunk. Ez looks only, looks only.
Na de itt is az a baj, tehát hogy hiába oké, nem volt vészes az állat. Nem, 140 euró, oké. Cipőt, akkor figyelj, ahhoz mi képest... Mi jön ki belőle? Mi jön ki belőle? Luxon. Egy... Luxon. Locals only. Ja, local, nem Luke. A, az... Jal! Locals. Luke. Luke. Locals only. Ah, zó! A harmadik helyezetet sajnos ebből én nem tudok választani, ez a kettő kapja meg, igen, a rózsaszín és a fekete. Ez mind a kettő nagyon durva. Ezt figyelembe véve, hogy nagyon-nagyon könnyű, a legkönnyebb cipője, ez pedig nagyon szép színösszeállításra, meg úgy mindenre. Ugye ezeket a... Ja, meg ez... Jaj, hát úristen, azt elfelejtettem elmondani. Azt nem mondtam el benne, srácok, de úgy képzeljétek el, hogy ezek a modellek kézzel készülnek. Dobozok. Nem csak a dobozok. Nem csak a dobozokat kézzel hajtogatják, a cipőket kézzel csinálják meg, tehát ez a mai világban már nem annyira felfogott dolog, sőt, semennyire szinte. Úgyhogy ezek nagyon értékelendő darabok, harmadik helyet kapják meg. A második, kérlek szépen, igen, azt hittétek, mi nem az, hanem ez bizony, ez nagyon-nagyon tetszett nekem, független attól, hogy ez egy fűző nélküli cipő, ő az. Gyönyörű szép, nagyon-nagyon szép. Az autentikát megnéztem volna belőle, de majd egyszer hátra sikerül. És az első helyzet, kérlek szépen, igen, igen, ez. Nagy tapsot neki, igen. Ő lett az első, köszönjük szépen neki. Mellesleg a Dávidnak is ez a kedvenc cipője. Nagyjából. És pedig van neki, vagy 50, de ez nagyon szép. És lett egy darab cipő. Nem, egy kettő cipő. Kettő lett, ami cipő. Külön díjas, külön szépen. Azért és abból a... is a... Mondd el, figyelj, majd jövök. És abból is az első helyezett külön díjas. Melyik az első helyezett külön díjas? Van egy külön díjasunk, az természetesen mindenki gondolta, az a sportkabok. A második pedig, igen, ez most erős felhozatal volt, nagyon-nagyon ahhoz képest szerintem, nem tudom nektek mi a véleményetek, nekem, számomra eléggé, ez a másik külön díjas. Nem azért, mert annyira jók ezek a klubok, meg mit tudom én, hanem azért, mert ez egy nagyon ritka cipő, és ilyette biztos, hogy nem sok helyen ritka fogsz cipő. Látni yeah, ritka, életed ritka. Során. Igen, ritka cipő. Nem, úgyhogy... Na, ennyi volt. A mai köszönjük, hogy megtekintették a mai távolunkat. És köszönjük szépen a figyelmet. Ha tetszett, iratkozzon fel, és akkor sokkolom. Nem tudom, mit értettek belőle, de... Ezt így hagyjuk benne. Nem látom a gombot. Feeling like I'm fresh out boots. If they want the drama, got the oath. Shit the whole crew to the cruise. Doing shit you don't even see him move.